A bújivadászház létrehozására a helyi vadásztársaság 2009-ben adott be pályázatot az Új Magyarország Vidékfejlesztés Programjának keretén belül, amelyet 2011-ben nyert el a Táncsics VT. A megyei vadászturizmus szolgáló projekt az év elején vette kezdetét. A 44 millió forintos beruházásnál nem kevés önrészt is elő kellett teremteni a tulajdonosoknak, ugyanis a pályázatban kikötésként szerepel, hogy az összköltség maximum 65%-a lehet a visszanemtérítendő támogatás. Vínai Attila vadászmester kiemelte, hogy a környék vadászturizmusában fontos szerep juthat az egykori földbirtokosi kúriának. Erre alapoztunk, hogy azért ez biztos legyen vendégkör, meg legyen kihasználva nyilván, és azért valami termeljen és valami profitot hozzon, tehát erre alapoztunk, hogy a hozzánk érkező vadászvendégeknek a elszállásolására, miután egy vadászterület közepén helyezkedik el, tehát szerencsés módon, és abszolút nyugodt és természetes környezetben van, tehát innen a vadászoknak egyszerű kijutni a területre, és ha már nálunk vadászik, akkor itt is fog megszállni. A vadászház átadását jövő év májusában tervezik. A szintén Táncsics Mihály nevét viselő Tiszadobi vadásztársaság területén található Bockerek mellett a megye legnagyobb dámszarvas állománya. A bikák barcogásának időszaka jelenti a Dobi VT legnagyobb anyagi forrását, ugyanis az október közepétől november elejéig tartó dámszezonban érkezik a legtöbb vendégvadász a Tiszadobi erdőségbe, amely több milliós bevételt jelent. Bán György elnök elmondta, az idén már nem is tudták a teljes dámvadászati igényt kielégíteni. Ha százalékba fejezném én úgy érzékelem, hogy a idei kirövési lehetőségeinkhez képest egy olyan 20 százalék igényt nem tudtunk az idén kielégíteni. Ez, ez azt hiszem, hogy a, a... De kérdésében ez nagyon pozitív a vadásztársulatnak, mert nem a társulat szaladgál a, a, a vadászért, vagy a bérvadászért, hanem a bérvadász jelenkezik a kilövésre, és hát legyünk őszinték, hogy reális áramkon tudunk így értékesíteni. Az idei dámszezonban a 7 érmes trófea között eddig két aranyérmes is terítékre került. A legnagyobbnak egy 4,5 kilós aggancs bizonyult, amelynek értéke több mint 1 millió forint.